Nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek ezen a nagyszerű és felemelő rendezvényen. Legalább olyan felemelő, mint amikor a csókapői horti szobrot napokon keresztül őriztük. Szomorú persze, hogy őrizni kellett, de az is szintén felemelő volt. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha Jobbik által kezdeményezett horti emlékhív állami ünnepségén lennénk most itt, államilag támogatott rendezvényén, de talán majd egy másik kormány ideje ez is meg fog valósulni. A 64 Vámhegyi Ifjúsági Mozgalom nevében mondhatom, hogy ez a nap újabb fontos lépés nemzetünk felemelkedése felé, hiszen egy olyan példaképet tudunk állítani a Budapest belvárosában, a Szabadság téren megforduló emberek elé, amilyenre nagyobb szükségünk van most, mint bármikor máskor. Olyan éveket írunk ugyanis, amikor a korombeli fiatalok nem mernek történelmi példaképeket állítani maguk elé. Ha valaki azt merészeli mondani, hogy a 20. századi magyar történelem legnagyobb államférfia volt Horthy Miklós, és én azt merem, akkor félváról és gőgösen leszólják, hogy már pedig ilyen és olyan volt, ezt is azt tette. Egy olyan kort élünk, amikor az emberek nem merik azt mondani, hogy valami mellé odaállok, valamiből erőt merítek, és valakinek az életéből és munkásságából merítkezve megpróbálom a saját korom életét is szebbé, jobbá tenni. Én azt mondom, hogy a horti korszak a hibáival is együtt, hiszen azokból is lehet tanulni, iránymutatást adhat a magyar szellemiség fejlesztésére. Nyilván nem tisztán most itt a horti korszak előnyeiről és egyáltalán a horti korszakról értekezni, hiszen azt meg kell tennie azoknak a magukra valamit adó történészeknek, akinek ez lenne a dolga. És sürgős dolga lenne, hiszen nem szabad sötétségben hagyni meg annyi most itt kint is tobzódó szerencsétlen honfitársunkat. Nem szabadna hagyni, hogy napjaink bíróságán egy bírónő azt mondhassa egy horti szobor megrongálására, hogy erkölcsileg pozitív tartalma és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás volt. Itt a Szabadság téren, a kordonokkal körülvett szovjet emlékmű árnyékában most újra aktuális a horti szavai, amik így hangzottak. Ez a város megtagadta ezer éves múltját, ez a város sárga tiport, a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Megbocsátunk akkor, hogyha ez a megtévejedett város visszatér megint a hazájához, szívéből, lelkéből szeretni fogja a rögöt, amelyben őseink csontjai forradoznak, szeretni azt a rögöt, amelyet verítékes homlokkal munkálnak falusi testvéreink, szeretni a koronát, a dupla keresztet. Ezek a kezek nyitva állnak testvéri készszorításra, de büntetni is tudnak, ha kell. Még egy fontos aktualitásról szeretnék néhány szót szólni. Mint mindenki, aki itt van, az tudja, hogy tegnap volt a 75. évfordulója az első bécsi döntésnek, amelynek értelmében visszatért Magyarországhoz felvidék, magyar többségű déli része. Visszatért többek között Kassa, Munkács, Beregszász, Ungvár és a szívemnek oly kedves Imaszombat is. Ehhez kapcsolódóan zárásként egy levélrészletet szeretnék felolvasni, amit a 24 éves Erdősi István honvéd írt, aki később 1943. januárjában a Domkanyarnál hősi halált halt. Így szól a levélrészlet. A régi Csehőrház előtt hatalmas diadalkapu fogad, nemzeti színű felirattal Isten hozott, és a diadalkapu mögött vár a megmámorosodott tömeg. Hogy mi volt itt és mit éreztünk, mi azt nem tudom leírni. A katonazene kemény indulója, a tömeg lelkes éjjelzése, a lelkek mélyéről előtörő sóhajtással valami észbontó dallammá vegyült. Az a sok kiáltás, amit a rádióban hallhattatok, csak egy kis része volt az ünneplőknek. A nagyobbik része a meghatódott örömtől szólni se tudott. A legtöbbnek az elmúlt hónap izgalma, reménye, fájdalma között elfogyott a könnye, elfogyott a szava, és most táguló szemekkel, remegő szájjal csak annyit rebegnek, Isten hozott. Most már csak örülünk, szinte önkívületlenül beszélünk, lelkendezünk, és már magam sem tudom, mit csinálunk. Itt szerettem volna az időt megállítani, hogy ez az óra el ne múljon, hogy ezek a mosolygó, ragyogó arcok megmaradjanak. Szeretném, hogyha ennek a hős honvédnak
a szavai eljutnának a kortársaim fülébe. És végig gondolnák azt, ami engem is gyakran felráz a hétköznapok szürkeségéből. Ez a fiatalember 24 éves volt, egy évvel fiatalabb nálam, amikor írta ezeket a sorokat. Kedves kortársaim, gondoljatok bele, hogy mit élt meg, miben volt része, és aztán gondoljátok végig, hogy a ti napjaitok hogy telnek. Ha már nekünk nincs részünk ilyen pillanatokban, akkor legalább őrizzük meg, ápoljuk és éltessük tovább az ő és a hozzá hasonló hazafiak pillanatait. És gondolva a székelyek nagy menetelésére is, soha ne adjuk fel a reményt. Köszönöm szépen!